Üdvözlök minden kedves YouTube lakót, régi és új követőt, jó és rossz akarókat. Nos, nem terveztem mostanában videót csinálni, ugyanis, mint tudjátok, meg ugye csináltam videót, ugye szerettem volna egy edzős videóval visszajönni, amikor már ugye formában vagyok, és készül is az anyag, de most nem ezért vagyok itt, ugyanis, bár nem terveztem ezt sem, de sajnos mégis kénytelen vagyok megszólalni az ügy kapcsán. Ugye, tudjuk jól, Csabi megelégelte a dolgokat, és kitálalt a kreténekről. És ugye, mint ahogy ez lenni szokott, azonnal megtaláltak a Bartos rajongók, hogy takarodjak Bartos mellől, meg csak kihasználom, meg így, meg úgy, ami egyébként nem is érdekelt, mert én ugye tudom az igazságot, de most egy legutolsó üzenetben, vagy utoljára most kaptam egy üzenetet, amiben pontosan nem tudom fölidézni, hogy mi volt benne, de a lényege az volt, hogy hát ugyanaz, hogy ugye én is kihasználom, pedig én váltig állítottam, hogy mi nem használjuk ki a Bartost, és most nagyon sunnyogok, mert hogy ugye nem csinálok videót, és hogy most ezügyben én nem szólalok meg. Na hát akkor most megszólalok. És akkor itt tegyük kronológiai sorrendbe a dolgokat. De mindenek előtt, ugye szeretném azt megjegyezni, hogy nekem a kreténekhez, illetve a kretének csatornához semmi közöm. Én az ő videójukban ugyanolyan meghívott vendég voltam, mint a Csabi. Ezt ugye leszeretném szögezni először is, másodszor. Ha, amit ugye ezek a kommentelők nem nagyon szoktak csinálni, ha végignéznék a videókat, illetve a mai napig fönt van ez a ominózus videóm, hogy én hogy kerültem kapcsolatba a Bartossal, illetve a Regi féle kretének csatornával. Mondom, vissza lehet nézni, ez a videó mai napig fönt van, ugyanis én, mikor még mint ember nem ismertem a Csabit, csak mint youtuber, így képernyőn keresztül, ugye a híres nevezetes, ez a büdös hal evészet a McDonald'sban, erre a videóra én csináltam egy vélemény videót, ahol elmondtam, hogy mennyire nem tartom ezt helyesnek, és gusztustalannak, és undorítónak tartom, és bla bla bla, nézzétek meg a videót, minden benne van, amit én nem tagadok, ez így van. Viszont ezt a személyesen a Csabinak is elmondtam, megbeszéltük, úgyhogy ez nem kell tovább ragozni. Illetve ebbe a videóban én már akkor, nézzétek vissza, még egyszer hangsúlyozom, már akkor megjegyeztem, hogy én szerintem a Csabit ezek az emberek kihasználják. És akkor felkerestek a kretének, hogy mi lenne, ha találkoznék a Csabival, és akkor hozunk össze egy ilyen találkozót, de ez már történelem, ezek a videók a kretének csatornáján is fönt van. Amikor én először találkoztam a Csabival, és akkor innen kezdődött el egy ilyen videózás, ahova, amikor én a kretének videóiban szereplek, engem ugyanúgy meghívtak oda, hogy szerepeljek. Én ugye, mivel engem nem érdekel senkinek a pénztárcája, a zsebe, én nem turkálok senkinek semmiébe, én sose kérdeztem, hogy a Csabi kap-e ezért pénzt, nem kap-e ezért pénzt, jegyzem meg, ha már itt tartunk,
én se kaptam egy büdös fillért se a kreténektől, viszont azt is meg akarom jegyezni, hogy én nem is kértem soha, meg én nekem ebbe ez nekem föl sem merült, hogy én pénzt keresek, mert nekem van munkám, keresek pénzt, el vagyok, nekem nincs szükségem pár ezer forintra, meg én nem vagyok ilyen szarrágó, anyagias, mert nekem van. Szóval engem ez a pénz dolog nem érdekelt, hogy az se érdekel, hogy a Regi miből kap pénzt, meg utalnak neki, nem utalnak. Ez az ő dolga, én erről nem tudok semmit mondani. Én is naívan azt hittem, hogy azért a Csabinak valamennyit csepegtetnek a Regiék, azokból a befolyt összegekből, amit utalnak a Reginek. Én ebben a hitben voltam, de mondom, engem ez nem foglalkoztatott soha, én nem is kérdeztem e felől semmit. Én is a Csabi féle videókból tudtam meg, hogy igazából a Regi egy büdös fillért nem fizetett soha a Csabinak, amin meg is lepődtem, de hát ez az ő kettőjük ügye. Én annyira a Regit nem ismerem, én amit megismertem belőle, jó gyereknek tartottam, mert jó gyereknek tartom, az, hogy a Csabival neki milyen problémája van, illetve a Csabinak vele milyen problémája van, ez az ő kettőjük dolga, erről én nem is akarok beszélni, hiszen nem is tudnék erről beszélni, ezt erről én nem tudok, mondom, csak annyit tudok erről, amennyit én is a Csabi féle videókból megtudtam, és hát én is a Csabi mellett vagyok, hogy hát ez nem szép dolog. Szóval ez nem szép dolog, ha tényleg így van, hogyha nem kapott a Csabi sose egy büdös fillért se tőle, akkor viszont beigazolódott az, amit a legelső videómban mondtam, hogy bizony kihasználták. És akkor itt jövök képbe én, hogy kihasználtam a Csabit. Akkor nézzétek meg a... És most ez nagyon rosszul fog hangzani, mert hogy most én nem azt akarom ezzel, amit most mondok, nem azt akarom ezzel, hogy fényezni magam, hogy én mit adtam meg, mit üzeltem, de nézzétek meg a közös születésnapi videónkat, ahova meghívtam magamhoz a Csabiékat, a kreténeket, mindenkit. Egy zsák ruhát kapott tőlem, kapott tőlem egy tévét. Tényleg elláttam mindennel, és ahol tudtam, segítettem neki. Illetve, amit ugye, mert a videóban, mert ugye nem, ez nem látszik, meg ti nem tudjátok, hogy mi megy a háttérben, én a Csabival azért a mai napig havi rendszerességgel azért beszélünk, ha el tudjuk egymást érni. Legutoljára most hétfőn beszéltem több mint egy órát a Csabival, pont ezzel kapcsolatban megkérdeztem tőle, hogy ez hogy van, meg mi ez az egész. El is mondta, ezt persze nem mondom el, hogy mit beszélgettünk, ez ugye magánügy. Meg én nem akarok senki helyett beszélni, szóval ennyi. Illetve ugye most hétvégén is jönnek hozzám a Csabiék. Legalábbis remélem, mert hétfőn Csabi, ha nézed a videót, akkor ne felejtsd el, amit beszéltünk, hogy hivatalosak vagytok a Zsiványjal hozzám, ugye, amit megbeszéltünk, hogy jöttök szombaton, majd még úgy is hívom majd a Zsiványt is, hogy azért egyeztessetek, és akkor remélem, akkor jöttök hozzám, és akkor itt eszünk, iszunk. Ja, és most mondom előre ebbe a videóba, hogy ezt a videót legalábbis az én csatornámon én nem fogok videózni, ez nem azért jön hozzám a Csabi, hogy megint videózzunk, csak a szokásos összefutás, barátkozás, beszélgetés. Ha ő videózni fog és ő fölrakja a csatornájára, akkor ott látni fogjátok, de egyébként ez egy ilyen baráti találkozás lesz szombaton. Szóval én egyáltalán sose használtam ki a Csabit, és ez megint olyan rosszul jön ki, hogy nekem kell mentegetőznöm. Mert összekombinálnak itt embereket, meg. És ez a baj, hogy,
hogy ekkora tudatállapotban vannak ezek az irogatók, hogy nem látják a dolgokat, az összefüggését, nem nézik végig a videókat, csak megnéznek részleteket, kiragadnak részleteket dolgokból, és akkor meg kialakítják a véleményüket. Pedig ha végignéznék, amit az előbb mondtam, hogy én hogy kerültem a kreténekbe, én nekem mi volt az első videóm, amiket már az előbb elmondtam, nem ismétlem magamat, én már az elején megmondtam ezt, amit most a Csabi bevallott. Egyébként mondom, nem érdekelt ezek, mert nagyon rengeteg sok kommentet kaptam is, és nem csináltam róla a videót, mert írjatok, amit akartok, hát ettől nekem nem lesz se jobb, se rosszabb. Én nem kapaszkodtam föl a Csabi hátán. Hiába raktam föl a Csabi videókat, attól nekem nem lett több tízezres követésem, de nem is akarom, hogy emiatt legyen. Ha legyen, akkor magam miatt legyen nagy követésem, meg megtekintésem. Az szent igaz. Hogy a sima videóim azok pár száz megtekintést hoznak, hogyha fölrakok egy Bartosféle videót, akkor 4-5-6 ezer megtekintés van. Ez szent igaz, de én nem ezért csinálom. Viszont követőm nem lett több. Ugyanúgy 1000 követőnél tartok. Szóval meg nem. Én nem vagyok se youtuber, se influencer, se sem. Én azért csinálom a videókat, mert leköt, jól érzem magam. Azt aki nézi, nézi, aki nem, nem. Aki ír alá, aki nem, nem. Szóval nem ez a lényeg. Szóval a lényeg az, kedves nézők, hogy ugye nem akartam ilyen videót csinálni, de ez az utolsó videó, ez ugye egy kicsit így megfogott, hogy én sunnyogok, meg hogy én kihasználom, meg folyamatosan ezt kaptam a kommentekben, hogy én is kihasználtam, meg takarodjak, meg így, meg úgy, meg köcsök, meg őve. Hát ha így látjátok. Ez van. Én a Csabival mai napig jobban vagyok, tartjuk a kapcsolatot, és a Csabi videóiba is egyszer nem volt megemlítve a nevem, hogy a köcsök Joker, meg vagy én vagyok, vagy kihasználom. Itt a regiről volt szó. Most az, hogy mondom, amit az elején mondtam, hogy azt hiszik, gondolom, hogy én is a kretének közé tartozom, a kretén csapatba tartozom, és hogy én ugyanúgy benne vagyok ebbe a kihasználásba. Elmondtam az elején, én Joker vagyok, saját külön oldalam van, engem a ominózus videó után a kretének megkerestek, így ismertem meg Csabit, illetve a Regit is, és a videókba engem ugyanúgy hívtak vendégszerepelni, mint ahogy a Bartos is ott vendégszerepelt. Ennyi. Én ugyanúgy egy büdös fillért nem láttam a videókból, meg a utalásokból, nem is akarok, nem is kérek. És mondom, az, hogy a Regi és a Csabi között mi van, ez az ő dolguk. Nekem közöm nincsen hozzá, és amit mondtam, én havi rendszerességgel beszélek a Csabival, mai napig, ugye mondtam már, hétfőn is beszéltünk, mi jóban vagyunk, ez van, aki elhiszi, elhiszi, aki nem, nem. Igazából én erről az egészről csak ennyit akartam mondani, mert egyébként ugyanúgy írogassatok a videók alá, meg tényleg nem érdekel, mindenki szabad ember, jogotok van vélemény nyilvánítani, tényleg csináljátok. És aztán azt hisztek, amit akartok. Csak gondoltam, ha már azt mondta ez a kedves kommentelő, hogy én sunnyogok, és hogy ugyanúgy kihasználtam, és ez ügyben én nem szólalok meg, hát tessék, most akkor megszólaltam, elmondtam, hogy mi van, ez van.
ha megnyugtatott ez a videó. Megnyugtatott, ha még mindig kételkedsz benne. Kételkedj benne, innentől kezdve én már nem tudok mit csinálni. Remélem, Csabi, remélem, akkor még egyszer hangsúlyozom, akkor gyertek szombaton, ahogy megbeszéltük ezt hétfőn, majd még szerintem ilyen csütörtök magasságába foglak téged is, meg a Zsiványt is hívni, és akkor remélem pontosítunk, és akkor jöttök. Ennyi. Aztán, hogyha úgy van, és a Csabinak is van kedve, mert most ő se akar nagyon szerepelni, akkor majd csinálunk Bartos videót, közös videót, ha nem, nem. Ez rajta múlik, én nem akarom erőltetni. Úgyhogy ennyi, remélem kielégítő volt ez a videó, és most, mivel egyébként ez meg a másik, ezt is akartam mondani, hogy sunnyogok, nem csinálok videót. Nem azért nem csinálok videót, mert sunnyogok, napi 12 órát dolgozok, reggel 7-től este 7-ig. Utána megyek edzésre. Körülbelül 10 óra magasságában érek haza, és másnap 5-kor újra kelnem kell. Szóval hazajövök, kajálok, szokásos fürdés, hasonló, bekapcsolom a tévét, és alszok. Nekem nincs kedvem. Most azért tudtam ezt a videót is megcsinálni, mert ma is nagyon fáradt voltam, és bűnöztem, ma nem mentem edzeni, úgyhogy gondoltam, akkor most megcsinálom ezt a videót, de legközelebb már csak akkor fogok videót csinálni, amikor már úgy igazán már úgy alakul a dolog, de ez még nem az, amit meg akarok mutatni, úgyhogy legközelebb edzős videó lesz, amikor formában leszek. És ennyi. Egyébként meg jöhetnek ugyanúgy az edzős kérdések, ahogy tudok és lesz időm róla videót csinálni, akkor videóban válaszolni fogok. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, még egyszer mondom, remélem kielégítő volt, és mindenkinek tiszta, letisztázódott a kis agyában ez a dolog, a Bartos és a köztem lévő kapcsolatról. Én más nem tudok elmondani, mondom, a többi dologban nem is akarok belefolyni, mert nem az én dolgom. Persze, a nagy bejelentős vagy Bartos videók óta azért én ugye nagyon sok emberrel beszéltem azóta, akik ebbe a csapatba, így csapatba, hát most már nem is csapat, mert ezek szerint nem is volt ez csapat, én naív, azt hittem, de a lényeg az, hogy több emberrel beszéltem, akik kapcsolódnak ehhez a kreténekhez, meg Regihez, meg ismerősök, meg akikkel én így beszélek. Sokféle sokféle szempontot hallottam, pro és kontra, Regi ellen, Regi mellett, Bartos ellen, Bartos mellett, de mivel én ugye nem vagyok benne a csapatban, én igazából egy kívülálló vagyok, ezért én nem tudok igazságot, meg igazság az nincs, ugye bárki beszélhet bármit, és vagy bárki beszélhet akármit, és akárki beszélhet bármit, az igazságot úgyse fogom megtudni, és épp ezért ezeket a dolgokat el sem mondom, hogy kiről mit hallottam, ezt én magamban elraktározom, azt ennyi. Ez nem az én dolgom, ezt oldják meg ők ketten. Nem tudom, mi igaz, mi nem igaz. Ha Bartos ki lett használva, ahogy én már a legelső videómban mondtam, és én éreztem, hogy szerintem ez az igaz, amit a Bartos mond, ebben az egyben, hogy ő nem kapott sose pénzt, a többit, amit még ugye mondott, az arról fogalmam sincs, ezek a büntetések, meg hogy hol nyaral a Regi, hol nem. Ha ezekről én nem tudok, nem is akarok erről beszélni, mindenki azt csinál, amit akar.
érezze mindenki jól magát, erről az egyről, viszont ha tényleg így van, mert valószínűleg így van, hogy egy fillért nem kapott soha a Bartos ezekért a videókért, akkor ez tényleg gusztustalan dolog, én is úgy tartom, de hát ezt nekik kell leboxolniuk. Na mindegy, már megint ismétlem magam, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, megnéztétek a videómat, remélem kielégítő volt ez a válaszvideó, reakcióvideó, akármilyen videó. Ezügyben én többet nem fogok megszólalni, bármit is írtok a videó alá, meg bármi. Kész, én lezártam. Én a Csabival tartom a kapcsolatot, ugyanúgy. Jól el vagyunk, ha találkozunk, kész. És Csabi, mondom, szombaton nálam Tali, úgyhogy egyébként meg puszantás mindenkinek, sziasztok!